A karaté, mint küzdősport Európában a II. Világháború után terjedt el. Ez egy olyan sportág, amelynek rengeteg szövetség és klub hódószerte a világon, így Szerbiában is. A Tiszakálmán-falvai Panter Klub 2011 óta tevékenykedik, tagja az országos szövetségnek is. Most másodszor volt házigazdája a vajdasági bajnokságnak. Kátákban és küzdelmekben is versenyeznek a gyerekek. Vajdaságból, Bácskából, Bánátból és Szerémségből összesen 17 klub 280 versenyzővel nevezett be a 17. vajdasági versenyre. A kumitéban, illetve az egymás elleni küzdelemben már csak az idősebb korosztály versenyzett. Éles volt a mezőny a lányoknál és a fiúknál is. A kátában a fiatalabbak mérték össze tudásukat és ügyességüket, csapatban is versenyeztek. A 17. vajdasági bajnokság szervezője a Vajdasági Karate Unió és a Tiszakálmán-falvai Panter Klub volt. Mi uvijek lako organizovati sve, no dobro, bitno da to sve lepo izgleda i zaista sam sada najzadovoljniji zato što je to dobro krenulo. Evo deca već su odmakla u takmičenju, imaju medalja i vidim da im su ozarena lica, znači da su zadovoljni. A vajdasági bajnokságon szerzett pontok és helyezések alapján a karatésok esélyt kapnak a szerbiai és az Európa bajnokságon való részvételre.